szakdolgozók esetén ugye 25 ezer emberről beszél a szakdolgozói kamara. Ők mind hiányoznak Magyarországon az egészségügyből, mondta a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke a Startban. A fő hiány szakterületek a gyermekgyógyászat, a pszichiátria, az intenzív és a sürgősségi. Az Ajkai sürgősségén a nyáron mondott fel az összes ápoló, a Honvéd kórház sürgősségén szeptember óta nincs radiológus, most pedig az orvosházi sürgősségén mondott fel az ottani főorvos és főnővér. Egy dominó effektus látunk, ahogy az egyik fedőr utána a következő. Egyszerűen nem történik egy rendszerszintű átalakítás, nem történik egy koncepcióváltás. Az orvosi kamara elnöke szerint a felsorolt kórházak csak a jéghegy csúcsát mutatják. Szinte bármelyik sürgősségi osztály bedőlhetett volna. 2 évvel ezelőtt megmondtuk, hogy van 140 sürgősségi szakoros a 600 helyet. A kamara elnöke szerint azóta sincs komolyabb változás. Én itt egy nagyon nagy késedelmet látok, és ha úgy tetszik, akkor bizonyos fokig, hát ha finoman akarok fogalmazni, azt mondom, hogy magára hagyottságot, ha kicsit durvában akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy hanyagságot. Az orvosi kamara és a gyógyszerészi kamara ezért betegtájékoztató kampányt indít plakátokkal és szórólapokkal, hogy egyértelműsítsék, milyen problémával hová kell fordulni. Már anyukám is az egyetlen feleségem szerint nekem nincs humorérzékem, és biztos így van, most ezt nektek szétosztom, és akkor mindegyik ötöknek lesz, nekem nem marad. Utasztok. Szóval, hogy itt a 25 ezer ember hiányzik, utána egy ilyen plakátkampányról beszél Éger István, én azt gondolom, hogy azért ezt a aradi Varga, ha így hívják, jól mondom, igen, párt, már megnéztem. Hogy ez mi? Pótcselekvés. De mivel kapcsolatban? Azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezelje a kormányzat, illetve a kapcsolat része, mint például a Magyar Orvosi Kamara, ezt a kellően, hát nagyon letettő problémás helyzetet. Orvosi kamarában, és akkor nagyon finom fal fogalmazok, ilyen bolondos elmék. Hogyha az egészségügyi miniszter egy ilyen bolondos elmék, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, akkor szerintem az orvosi kamarában is azért az elvárható, nem? Hát azért Éger István, hogyha visszagondolunk a 2010 előtti időkre és az akkori orvosi kamarai elnöki tevékenységére. Látom. Hogyha ugyanezek az állapotok Molnár Lajos vagy Horváth Ágnes regnálása mit fogsz hajtogatni? Alatt lettek volna, akkor már rég valószínűleg sztrájkolnának, vagy nagyon erős lépéseket tettek volna. És ráadásul van eszköz a kezükbe, épp a riportban megszólaló Lénárd Rita nyilatkozott a Zoom.hu-nak, és azt mondta, hogy ha az önkéntes túlmunkát felmondanák, akkor 24 órán belül bedőlne az egészségügy. Tehát, hogy nincs, tehát, hogy igazából ráadásul van is eszköz a kezükbe, amikor Éger Rusnál bevása szerint durván fogalmazott, akkor indokolatlanul finoman fogalmazott. Igen, ez a nagyon durva. Én azért el tudnék képzelni, hogy sokkal durvább szavakat is, ahol valószínűleg kisipolnák itt. De ezt a nézők is látják, amin mi hát az előbb lehet, a nézők nem látták, volt a filmben, ami előttünk volt. Csak ugye most mi nyilván ezen elkacogunk, de valójában emberéletekről beszélünk. Nem, ezen kacogunk. Igen, de meg az egész helyzeten egy kicsikét próbálunk ironizálni, de hogy konkrétan emberéletekről beszélünk. Egy kérdésem, még nem válaszol, de majd kide, hogy hajtogat-e bármit. Ugye volt a Magyar Hírlapban egy nagyon hosszú és nagyon bonyolult és nagyon sok mindent érintő interjú, és talán a Magyar Időkben is a miniszter úrnak. Az lehetetlen a magánegészségügyet és a közegészségügyet szétválasztani? Az ugyan nem lesz mindenre megoldás, de valamihez talán mégis hozzásegítene. Hát a nagy vonalakban én már réges-régen azt támogatnám, hogy a magánegészségügyet szét kell választani a közegészségügyet. Ez két különböző dolog, és biztosítási alapon működik. De hogy megmutassam, hogy mit hajtogattam, jó, mert látom, hogy nagyon érdekel. Szóval, kíváncsi. Természetes dolog. Szóval, hogy a hivatal, meg az orvosi kamara mit beszél a betegeknek, hogy így van, meg úgy van, ez annyira nem érdekli a betegeket, mert ők nap mint nap látják, tapasztalják. Nekik meg azt üzenem, ami ide van írva, majd jövőre. Az, hogy válaszol okosan. A gyors és hatékony betegellátásért. Igen.
Le fogják szerződtetni a pártok a végén, az a most. Hát a végén még kommunikációs szakember leszek. Hát már most is az vagy. Egy ügyvédnek beszélni kell tudni. Szóval érdemes nyomon követni, itt már szó esett az orvosi kamarának a 2015-i mozgásáról és nyilatkozatairól, de hát szakszervezeti vonalon is ugye a magyar egészségügy Dolores Ibarúria és Bülbülszavú szónoka volt Cser Ágnes, aki most gyakorlatilag nem győz Morvai Krisztinához hasonló hűségnyilatkozatokat tenni a kormány nagyszerű egészségpolitikájának. Tehát gyakorlatilag amíg az egészségügyben ilyen érdekvédelmek és ilyen képviseletek működnek, addig nem csak arról van szó, hogy az egészségügy képtelen megmozdulni, hanem képtelen egymással szolidaritást vállalni. Jó, én nagyon demagóg leszek, engem megoperáltak a hét legelején, és mérsékelten voltam protekciós, én nem tettem semmit annak érdekében, hogy protekciós legyek, vagy elhiszik, vagy nem. Én azt látom, és korábban is, hogy ilyen orvos gyerek vagyok, hogy speciál az orvoslás ápolónak lenni, a sok szempontból pénz ide, pénz oda, az elhivatottság. Tehát vannak olyanok, akik zombi fejjel kezdik, de zombi fejjel ott vannak, lehet, hogy nyáron két hét után megszűnik a zombi fejük, de ugye a Böcskei volt még olyan ebben a társaságban, aki mindig elmondta, hogy hát neki rosszat kéne mondania, de nem tud rosszat mondani. Én nem tudok rosszat mondani. Ennél erkölcstelenebbet nem tudok elképzelni, mikor valakinek az elhivatottságában reménykedünk, és ebben bízunk, és mondtam, erre bízunk az egész szisztémát. A szisztémát azt normatív üzemeltetni kell, és össze kell tennünk a kezünket, hogyha olyan szakembereket nevelnek, akik erkölcsileg és etikailag is felkészültek. Zoli, hadd éljek vissza a helyzettel. Ugye az Amesnöket mindig idézni szoktam, azt szoktam mondani, hogy ez az egyetlen hely, ahova ingyen is eljön, amikor aláírja. Ti itt vagytok, egy fillért nem kaptok. Valószínűleg azért vagytok itt, mert nektek ez a műsor fontos. Nem én feltétlenül, fontos volt a Havas is, és eljöttök más műsorba is. Ugyanezt tud működni máshol is. Erre nem biztos, hogy erre alapoz a televízió, de fent tud tartani rendszert, miközben persze sokkal jobb, hogyha egyébként az ellátás jobb, és ezt nem az ATV ellen mondom, meg nem az egészségügy mellett, hanem az, hogy az elhivatottságnak igenis nagy jelentőség. De tragikus, ha ez az egyetlen sziget. Mi csak egy elem szabadna, hogy legyünk egy rendszerbe, és gyakorlatilag utolsó bástyává kezdünk válni. Ilyen értelemben szinte mindegy, hogy mennyiért csináljuk. Mondjuk, azt akartam mondani, hogy akkor most az egészségügyben dolgozó orvosok és ápolók az egészségügy hősei, és ezt egyébként így gondolom, tehát az ő vállukon áll a rendszer, és hogyha ők kimozdulnának el, akkor összedőlne, viszont a te párhuzamod alapján akkor mi az ATV hősei vagyunk? Bizonyos szempontból igaz. Jó. Hát különös tekintettel, ha tényleg, ugye ez nagyon fontos, hogy ez igazság mellett van elhivatottság, vagy egy párt mellett. Mert azért van egy pár televízió, ahol szintén könnyen lehetséges, hogy ingyen mennek el a résztvevők, de az ő elhivatottságukat nem feltétlenül helyezném el az orvosok elhivatottsága mellett, és akkor elnézést kérek mindenkitől. Belétve attól a kedves Hajdan volt táncostól is, aki soha többet nem fogja betenni az ATV-be a lábát. Őtőle is. Na. Azért maradjunk abban, hogy ez szép dolog, hogy mi itt elmélkedünk, hősök vagyunk, vagy nem, ezt most tegyük félre. Nem a beteg a fontos, majd ő megítéli. Majd ő megítéli, amikor bemegy, és a sürgősségi osztályon mondjuk, nem sürgősségi szakorvos van, hanem mondjuk egy belgyógyász, aki elhivatott, aranyos, dolgozik, de nem szakember. Vagy amikor bemegy az STK-ba, és a vakolat a fejére hullik. Nem, Péter, ezt rosszul látod. Nem, a beteg ember, nem. A beteg embernek a kiszolgáltatottsága, az túlmutat mindenen. Ha orvos lát, megbízik benne, ha ápolónőt lát, megbízik benne, és azt gondolja, hogy még mielőtt meghal, el fog jutni majd egy olyan emberhez, elégedetlen lesz, de a legvégén, amikor megtalálja a Benyút, aki ért hozzá, azt mondja, doktorné, én őrre vártam 5 évet. Igen, ez mindig rendben van, csak ugye a probléma az, amit a politika szemét egyébként, amely kihasználja azt, amiről te beszélsz. De az viszont demagógia, amikor szerintem az MSZP azt mondja, hogy
hogy a Fidesz, vagy a bárki, a politikusok nem mehessenek soron kívüli ellátásra, mert szerintem nem ez a megoldás, ez szintiszta demagógia. Az MSZP azért mondja ezt, mert ő, amikor kormánya volt, ezt megszüntette ezt a lehetőséget. Úgyhogy ez több mint, ez nem demagógia, mert ők ezt bizonyították, hogy meg lehet csinálni, mert hogy meg is csinálták. És attól még értelmes? És attól még van értelme. Tök nem, ez a demagógia részével. Megint elveszed a politikustól azt, amit a politikus dolga ebben megcsinálni. Igen, és a politikusnak joga van ebben az esetben. Majd én eldöntöm, hogy egyetértek vele, vagy sem. Neked nem tetszik. Hát Istenem. Hát nem, mert demagógnak találom. Igen, és majd szavazol arra, akit nem találsz demagógnak. De a politikusnak... Nem, hogy lehet, hogy rájuk fogok szavazni, csak ez éppen elveszi a kedvemet átmenetleg tőlük. De oké, rendben van, maradjuk abban, hogy tévedtem. Ennyire nem fontos. Azt mondják, Zavesik, hogy te azért sokszor vagy nagyon okos. Ezt lehetne írásba valahogy valamilyen... Kérlek szépen, pont erre. Ne erre választ fog. Jó, igen, figyelek. Miért nincs ebben változás? Ez több összetevős. Ezt nem lehet egy mondattal megválaszolni. Nekem van egy olyan véleményem, és ezt már többször elmondtam, nem itt, máshol is, orvosbarátaimnak is, hogy egyébként az orvostársadalom bizonyos része is felelős abban, hogy nem változik itt semmi. Mert amíg emlékezzünk vissza, rendszerváltás előttről indul az a történet, hogy állami gépekkel, állami személyzettel... Oké, okay, de most a Kásler személyben mégis egy szakértő van. Ő miért milyen szakértő? Kicsoda van? Az orvosláshoz értő ember. Ja, hát az orvosláshoz ért. Tehát magyarul az orvoslás menedzseléséhez, az igazgatáshoz, a rendszer megváltoztatásához vagy nem ért, vagy nem akar érteni, mert hogy semmi nem történt, és ebben neked igazad van, hogy az előző kormányoknál sem történt. Egyetlen egy próbálkozás volt ez a vizitdíj, ugye, de, hogy próbáljuk meg. Hát azért Molnár Lajos sok minden próbál. Sorsanyúti kórházak kialakítása, most 4 éveiket bekövetkezik. Rendben van. Csak ugye most eljutottunk oda, hogy az orvoshiány két összetevőst, ez az egyik külföldre megy, a másik meg a magánkórházakba és a magánrendelő intézetekben, mert csak pont az állami, tehát ahol nem egyébként többen járnak, egész mögött egyébként az, hogy amikor megvan harmadszor is a kétharmad, és akkor vegyük az utolsó kettőt, mert akkor már 4 év után voltak, anélkül, hogy hozzányúlnának a nagy ellátó rendszerekhez, anélkül, hogy érdemben átalakítanák, akkor gondolhatják azt, hogy egy, minek, ha anélkül is megvan, kettő, minek vállalni akkor a kockázatot, hogy akkor talán nem lesz meg? Ez az utóbbi a fontos, mert azt gondolom, hogy ilyen nagy rendszerek átalakítása rendkívül érzékeny a lakosság tekintetében, és ezt egyik párt sem vállalta, és nem fogja fölvállalni szerintem a közeljövőben. De mélységesen egyetértek a Ritával, beleértve, hogy én sose leszek miniszterelnök, de biztos, hogy megpróbálnám egyszerűen az alapján, amit a Zoli mond, mert hogy hát ez a közjó. Tehát, hogy hát belebukom, akkor biztos rosszul csináltam, de... Jó, de erről szól a politika, hogy a politikának nem csak be kell jönni, mint elefánt a porcelánüzletbe, és azt mondani, hogy holnaptól minden másképpen van, hanem az összes részvevőt valamilyen módon meg kell nyerni, adott esetben érdekelté kell tenni abba, hogy a rendszerre, ha én bemegyek egy orvosi rendelőbe, és vagy egy gyógyszertárban, emlékezzük, amikor bevezették a számítógépeket, hát ott csapkodtak a gyógyszerészek, hogy mindenki majd áll az utcán a sor, mert ő nekik még azzal is kell foglalkozni, ma már csodálatosan működnek ezek a dolgok. El kell fogadtatni velem, mint beteggel, egészségügyi dolgozóval, menedzserrel, bárkivel, és akkor a dolgok át fognak menni. Amikor jönnek a messiások, és itten tűzzel, vassal valamit csinálnak, abból mindig bukás van. Székely doktorról semmit nem tudunk. Jöjjön az utolsó filmünk.